Az NME nemrég megjelent Kaf kocsijainak van egy bosszantó hibája, ez pedig a belső berendezés hiánya. A gyártó sajnos ezt az alkatrészt nem készítette el, és ugyanaz ablakok viszonylag sötétek és jól takarják a belső hiányát. Itt látszik, hogy kívülről annyira nem látunk be. Ha az ember világítást szeretne, ez eléggé hátráltató tényező. Egy 3D nyomtatott belsőt fogok ebbe a videóban beépíteni a kocsiba. Ez két részből áll, ez a két fő elem, illetve a WC-knek, illetve a kapcsolószekrénynek van még négy kis külön eleme. Ez azért szükséges, mert a kocsi két végén van egy olyan rész az alvázon, ami kicsit szélesebb, magasabb. A belső beépítése után ezt a világításpanelt fogom beszerelni. Először a festetlen kocsi belsőt lefestem, most úgy döntöttem, hogy kimaszkolom a padló helyét, az maradt szürke, és a székeket pedig festéksprével fogom lefesteni, ilyen szép kék színűre, mint amilyen az eredeti kocsikban is. Festés után így néz ki a történet. Folytatásként szétbontottam a kocsit, hát ez nem egy egyszerű művelet, eléggé össze van rakva a jármű. Ez körülbelül egy ilyen 5-6 perces művelet volt szétszedni a kocsit. Látszik, hogy nem szétszedhetőre tervezték, nem ez volt az elsődleges szempontjuk a kocsi kaszniának tervezésénél. Így néz ki szétszedve, benne alul a súly, két végén pedig látszik ez a két kis magasítás, emiatt van szükség arra, hogy ennyi részből legyen a kocsi belső, illetve hogy azok az elemek ott külön legyenek. Na, így néz ki szépen a lefestett belső, van egy ilyen kis köztes elemünk, ez oda középre fog jönni, és akkor ez tartja meg a kocsi közepén a belső berendezésünket. Most csak így gyorsan összedobom, hogy lássuk, hogy néz ki. Ez a két kis elem oda be középre kerül, és így pont színbe lesz a kocsi végének a kocsi végének itt ezzel a részeivel. A kocsi végekre jönnek a kapcsolószekrények, ezeket az elemeket így látszik is, hogy a kis utolsó széksorokkal egyben vannak nyomtatva. És akkor így fog kinézni majd az egész a végén. Két oldalú ragasztóval rögzítem ezeket az elemeket, és rögzítés után még le fogom festeni a kocsi végén azt a kis sötét szürke elemet, ugyanolyan világos szürkére, mint a padló, és az elválasztó falakat. A végén pedig majd a világításpanel fog így ráilleni az egészre. Először ezzel a világos szürke festékkel lefestem a kocsi végeknél ugye a peront. Igazándiból kívülről annyira nem látszik, de legyen olyan színű, mint a többi része a padlónak. Nem baj, hogy egy picit lehet, hogy világosabb, mint az eredeti szőnyeg. Ugye elég sötét a kocsinak az ablaka, úgyhogy egy világosabb szürke az jobban fog látszani utána. A padló után lefestem a kis kapcsolószekrények, illetve a mosdóknak a falát, kívülről erre az ilyen sárgás színre. Nagyjából ilyen árnyalatú a rendes kocsiknál, és ilyen világos sárga ez a kis elem. Belül a mosdókat azt fehéren hagytam. Utolsó dolog az volt, hogy ott a kis két elválasztó elemet feketére lefessem. Az igazi kocsikban ezek ilyen füstszürke üvegpanelek, hát itt egybe lettek nyomtatva ugye ilyen világos szürkével. Na, így néz ki az egész szépen festve, meg is száradt a festék, illetve beragasztottam két oldalú ragasztóval a berendezést, hogy ne mozogjon, ne lötyögjön jobbra-balra a kocsiban, és hát ezután jön a belső világításnak a beépítése. Embereket nem raktam bele, nem találtam olyan, még az egy százas emberek is túl nagyok voltak ide a kis székekbe, úgyhogy inkább ezt a dolgot ezt így hagytam. Na hát a forgóvázakra a jó öreg
klasszikus rugóbronzos megoldáson fog jönni. Ezeket, ezt oda be fogom rakni a forgóvázak közepébe, és akkor egy-egy ilyen két oldalú ragasztóval rögzítem, és ott van egy ilyen kis luk, na ott fogom átbújtatni a vezetéket, és ezt majd szépen fölvezetem a kocsi belsőbe. Vágok is egy megfelelő méretű ilyen kis ragasztó csíkot, és akkor ezt oda be a közepébe berakom. Kicsit meghajlítgatom majd ezeket a rugóbronzokat, hogy jól érintkezzenek a kerékkel, és akkor úgy kész is van a dolog. Hát ennek az az előnye egy picit jobb, mint a melegragasztós megoldás, könnyebb cserélni. Át is húztam szépen a kis vezetékeket itt a kocsi végeken. Máshol nem nagyon van rá lehetőség, hogy fölvezessem őket, ezért húztam így ide az átjáró ajtó közelébe. Szerencsére elég vékony vezetékek, és így annyira nem is látszódnak kívülről. Így lesz megoldva az áramellátás. Rámérem a pontos helyét a panelnak, és az kis elválasztó falakra raktam egy-egy ilyen két oldalú ragasztót. Forrasztással rögzítem az elektromos vezetékeket, és a végén pedig eltávolítom a két oldalú ragasztóról a másik oldali kis védőt, és akkor oda szépen ráragasztom az egész belsőt. Ennek is az az előnye, hogy nem kell melegragasztót használni, és hogyha bármi van, bármi miatt szét kell szedni a kocsit, sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb egy ilyen két oldalú ragacsot eltávolítani, mint a melegragasztóval bíbelődni, meg a 3D nyomtatott műanyag az nem is nagyon szereti a meleget, tehát ő nem vigyázni kell azért ott, az nem olyan, mint a sima ABS műanyag. És kész is vagyunk, ráhelyezem a gondosan beigazítva a világítás panelt a tetőre, és akkor ez így ott is marad. A végén, mind a két végén a kis átjáró világítás is, peron világítás is pont kilátszik, tökéletes hídni. Innentől kezdve egy dolog van már csak hátra, rá kell tenni a kocsira a kasznit, és be is fejeződött a művelet. Itt van egy kaf kocsi, amiben immáron van egy gyönyörű szép belső berendezés is. Hát az összeszerelése a kocsinak egy picivel egyszerűbb, bár hát azért itt is megküzdöttem vele. Főleg a végén nagyon nehezen akadtak be a kis kampók, illetve középen is figyelni kellett, hogy úgy kell összerakni, hogy két oldalról az ember nyomja a kasznit, és akkor úgy nyomja bele gyakorlatilag ezt a szoknya elemet, amin a kocsinak a szoknyája van, és akkor úgy nagy nehezen összepattan az egész. Hát ezt most egy jó darabig nem tervezem szétszedni. Akinek ilyen kafkocsia van és épített bele belsőt, az tudja, hogy azt így egyszer megküzd vele, és akkor utána az remélhetőleg nagyon sokáig nem kell megbontani, mert ez tényleg egy elég macerás dolog. Hídni, készen is vagyunk. Jöhet a próba. Neon effektet állítottam be, ilyen kis villódzásokkal kapcsol fel a világítás. Ugye mivel sötét az üveg és ilyen kék színű a belső, ezért nappali fényben annyira nem jellegzetesen látszik, hogy mi történik ott benn, de azért kivehető az, hogy főleg a világos szürke padló és a végeknél ez a sárga színű falelem. A szerelvénybe sorozva így néz ki a dolog, ott mögötte ott van a korábban már berendezéssel ellátott BCMZ kocsi is, nagyon jól néznek ki. De kicsit lejjebb vettem a világítást, hogy jobban látszódjon az egész történet.